Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és a mai videóban pedig Ferencváros karriert fogunk nyomatni, azért mert pörög a VB, attól mi még nyomatjuk a Ferencváros karriert. FIFA 23-ban nagy lelkesedéssel vettem bele magam a mérkőzésbe, a soron következő Sunderland ellen mérkőzésbe, hiszen Sunderland eléggé rosszul áll, 19-ek 25 ponttal, tehát a csapat múltjához mérten azért kifejezetten rosszul állnak, reméljük, hogy nem nálunk fognak megtáltosodni, noha vendégbe megyünk, nehéz meccsre számítok, viszont nagyon is, hogy jól állunk, ha megnézzük a tabellát, ugye most sorozatos győzelmek vannak a karrierben, egymás után 4 győzelem, nagyon-nagyon örülök, végre összeállt a Ferencváros, azt érzem, hogy fejlődnek a játékosok, és összeállt, értem, hogy hogyan kéne használni a csapatot, ti is nagyon sokat segítetek, úgyhogy ez tök jó. 5. helyen állunk, ez rájátszást jelent majd a Premier League-be, tehát még majd ott lehetünk a feljutók között esetlegesen, viszont nagyon szoros, tehát ha megnézitek 37 pont, 37 pont, 36 pont, tehát nagyon-nagyon szoros itt az eleje. Az Élboly húzott el, a Middlesbrough, a Burnley és a Watford, ők nagyon elhúztak, főleg a Burnley és a Watford, 48 pont, 11 pontos előny, beérhetetlennek tűnik jóformán, úgyhogy egyértelműen itt a rájátszásba kell nagyon-nagyon oda tennünk magunkat, ez tuti. Majd meglátjuk azt, hogy évvégén ez hogyan alakul. A csapaton változtattam egy picit, a felálláson ráadásul, mert mondtátok, meg látszódott is, hogy a 4-3-3 működni látszik. Speciális 4-3-3, ez egy általam kreált felállás, mindjárt mutatom, hogy miért. Így néz ki, ez az alap. Átváltunk támadóra, ez egy olyan 4-3-3, hogy a középpálya feljön egy kicsit, és még jobban kitolódik szélre, Tokmak, illetve Traoré. Visszamegyünk az alapfelállás, itt látjátok, hogy visszahúzódott, ez még mindig 4-3-3, csak kicsit visszahúzódott Traoré és Tokmak, illetve Lajduni Zakariás szem teljesen lement már a védők fölé egyel, úgyhogy ez a trükk az egészben, ettől függetlenül ugyanúgy van egy full támadó felállásunk, az már két csatáros, illetve egy védekező, úgyhogy tényleg mindenki van dolgozva, most már akkor nyomjuk a meccset, Dibuszról szóltak a hírek, hogy milyen jól védett, meg minden ilyesmi, úgyhogy király. Változtatnunk kell, méghozzá a fáradtságok miatt. Telander, Kovácsevic, két meghatározó védőm fáradt. Ez szomorú, viszont akkor így fog lehetőséget kapni Knoster, úgyhogy az meg viszont király. Én mindig örülök, hogyha esetleg fiatalabbakat is be tudok vetni. Oké, Mai helyett kezdjen Boli, és akár egy, nem is tudom, egy Regicet is megnézhetünk. Gavric, nem tudom, hogy valahova odafér-e. Attól félek, hogy nem. A többiek frissnek tűnnek. Csivics, hát Pászkát kipróbáljuk. Adjon lehetőséget Pászkának is, hát azért ne játszanak, akkor fáradtan, akkor inkább legyen lehetőség itt a játékosoknak jól beszállni a meccsbe. Így nézünk ki, ez a felállás egyáltalán nem tartalékos, tehát azért már ott vannak olyan játékosok, akik amúgy nem szoktak szerepelni, attól ez még nem egy tartalékos felállás, én hiszek a csapatban, hogy mindenki teljes értékű. Na nézzük akkor a mérkőzést, kíváncsi vagyok, hogy mit hoz össze a Sunderland, egy nagyon szép stadionjuk van, ez benne is van a játékban, a brutális felújított Király Aréna, a fény stadionja, magyarra lefordítva, de nagyon-nagyon jól néz ki. És hát meglepne, hogyha itt a kieső helyen kullognának, én tőlük sokkal jobb teljesítményt várok el, szerintem jól fognak most szerepelni, kemény mérkőzésre számítok, úgyhogy mindent bele kell adni, ez biztos. Milyen jó ez a felállás így, hogy kiálltak ide a játékosok. Na nyomjuk akkor, Ferencváros a nagyon király vendégmezben, Mercier ott van a pályán, ő rá is azért lehet kalkulálni, számítani, és ha esetlegesen ugye jól játszunk, előnyt szerzünk, akkor szívesen lecserélem őt egy fiatalabbra is. Tokmak kavargat, keverget, tekerget. Lajduni, aki baromi jól szerepel egyenlőre a Tunéziával a világbajnokságon, az ő sikerének én mindig örülök. Ez pedig egy Boli fejes, az ellenfél azonnal blokkolta. Nem volt rossz fejes, csak tényleg blokkolásba ment, úgyhogy Tokmak orlózik. Micsoda akrobatikus mozdulat, nem ez ők szokva. És egészen pontos volt. Mármint, hogy kapura ment, értek? Gól nem lett belőle, de kapura ment, és ez már bőven jó. Legalább mi támadunk. Bá!
Simmis. Stewart. Egy pály. Aki vezeti a labdát. Egymás blokkolják a Fradi játékosok. Zárjuk azokat a beadási passzvonalakat. Nagyon jó. És akkor Sammy Mae most mehetne föl, de gyorsan elveszti a labdát. Mégiscsak nem egy védővel kellett volna felhoznom. És ez 11-es. De mire? Knoster egyből összehoz egy 11-es. Hát ez hogy sikerült? Jó, értem, kicsit meglurgulta a bokáját az ellenfélnek, de hát ez... Á. Kellemetlen kezdés, Stewart góljának örül a tömeg. Ójjaj. Ójjaj. Ezt szépen összehoztuk, ezt a 11-est. VB-n is egész sok 11-est látni, de most akkor ez itt is elkezdődött. És Tokmak lesérül, ne szívassatok! Ezt ne csináljátok, légy szíves! De mi történik? Mi történik? 2-0 és Tokmak azóta is a földön. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ez full sérülés. Ez mentőautó. Ki jön be? Auszki. Nem kockáztatok. Most nem kockáztatok Gavriccsal, mert kellenek minden plusz pontszám. Mit mi várjátok, ha már visszajátszás? Mi történt Tokmakkal? Mutassad? Hogy kell kikapcsolni? Igen. Itt. Mi történt? Jön a labda. Igen. Tokmak átveszi mellel, nagyon jó. Az ellenfél kézzel hozzáér. Vagy nem? Rálöki Tokmakot? Rálöki Tokmakot a labdára. Tokmaknak a bokája kifordul, és az ellenfél még oda rálép a bokájára. És ott. Jó, kicsit hányingerkeltő, hogy forgattam a kamerát. Nem vagyok jó operatőr, de lényeg látszódott. Tehát Tokmaknak a bokáját semmisítették meg igazából. És ez nagyon rossz kezdés motivációba, meg aztán végkép. Remélem nem kell sokat kiadni a Tokmaknak. Na basszus. Hát ez most durva. Stewart. Dibusz. Ne hozunk össze még egy 11-est. Jézusom. Én értem, hogy a Sunderland bekezd, de hogy ennyire... És Auszki egyből oda az ellenfélhez. Direkt megállok vele, hogy jól passzoljon erre. Oda az ellenfélhez. Stewart lő mellé. Ó, gyerekek. És ezt is elrontam, a kapus kirugást is. Jó. Szerencsé, ők is ott rontottak egyet. Sammy Mae veti bele magát az eseményekbe. Azzal lehetett volna menni. Sims. Matte, Ba, Pai, milyen nevek ezek, nem is ismerem őket, és mégis lefociznak. De olyan szinten lefociznak, hogy most a lelkesedésem kicsit alább hagyott. 2-0-nál persze nem arról van szó, hogy itt feladnám, csak meg vagyok lepve egy kicsit. Sőt, nem kicsit. És nem is a gólra vagyok mérges, na azt vissza lehet hozni, hanem Tokmak sérülésére. Na, hogy az egyik legjobbja. Esett ki a Ferencvárosnak. Na mindegy. Mercier. Azaz, micsoda izé. Teketóriázás. Sajnos. A szép helyzet az elfulladt. Na de majd most. Mercier vissza. Boli. Frank Boli, hát ez kuka. Nem kerünk lövőhelyzetbe, olyan jól összezár a védelem, annyira behúzódnak, betömörülnek egy helyre, hogy nem is látom a folyosót, ahol esetleg lövést lehetne, vagy egy elfutást lehetne csinálni. Talán a széleket kéne megpróbálni. Ahhoz ki is gyors, tehát nem az van, hogy most itt Tokmak nélkül meghaltunk, de mindenképpen egy jó játékost vesztettünk, az biztos.
Na jól van. Azaz. Ott a szél az üres. Pászka! Pászka, gyere, hát te is jó vagy. Hát a másik oldalra, Pászka. A fejes működhet, a passz már nem. A passz már nem. 30. perc. Az ellenfél leszurkol minket, nem is lehet hallani a Frodi tábort, annyira durván tolják. Jelbe jöttek ki vendégbe jó pára. Traoré. Vissza a passz. Traoré futhatna. Az még jobb. Az még jobb kulcspassz lehetett volna. Ha Mercier egy picit gyorsabb lenne. Ó, jaj. Az viszont jó. Zachary Essen szerelése majdnem, hogy jó is volt. Lajduni. Nagyon jó helyen állt. Jó volt a helyezkedése. Mercier. Mercier. Patterson védte. Nagyon jó. Kicsibe. Próbáljuk meg. Hát azt hittem, hogy kifut érte valaki. Hinni a templomba kell. Ez pedig a fénystadionja, nem a templomé. És Gos mehet. Azaz, azaz, valamit csináljunk, srácok. Állítsuk már meg. És ketten is csúsznak, másznak, és nem. Ó, mit csinál a Sunderland? Mit csinálunk mi? Áááá. Nagyon-nagyon nulla, amit leművel a Fradi most. Amit én leművelek a Fradival. Ez teljesen vállalhatatlan, totálisan vállalhatatlan. 10. meccsen, 10. gólya 23. meccsén. Ez nem rossz. Ez nem egy rossz arány egyébként. Frank Boli. Gyere. Azaz, gyere Boli, gyere, 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 lőd be akkor. Olyan közel vittük, hogy engedte az ellenfél belőni a gólt. Semmilyen féleképpen nem akarták megállítani Bolit. 3-1. 3-1. Lajduni is megy ki örülni. Ott Boli ment, egy kis csel, egy testcsel, odalépnek neki, még mehet, hát akkor ellövöm. Ha már bent vagyok a kapuszájába, miért ne lőném el az ötösről? 3-1, jól van. Itt egy fura védelmi hiba volt a Sunderlandnél. Ezt követően pedig mi is tudtunk egy gólt szerezni, és ez így az első fél időben azért még kellett, mert most akkor így újra 2 gólos a hátrányunk, ami akár még bele is férhet, mert még így van esély. Én csak arra gondolok, most arra akarok kiukadni, hogy van némi esélyünk. Menj oda! Azaz! Aj, francba! Na, ez jó. Na az jó, miért nem jön feltámadni senki? Á, Istenem. Hát ott a szélen nem mozogtak be az emberek, vagy nem tudom, mit csináltak. Viszont az nagyon jó. Ó, fél idő, persze. Elvitt a hív. Hát kár ezért. Hát nagyon-nagyon kár ezért. Én nem is tudom, hol lehetne itt változtatni a csapaton. Vingót behozzuk Botka helyett, nem a védelembe kell keresni a hibát. Nem tudom, őszintén szóval nem tudom, merre változtassak, mert nincs baj az emberekkel, egyszerűen jobban oda kéne tenni magunkat. Na mindegy, ez a Wingo csere, ez talán jó lehet majd. Botka úgyis mindig el szokott fáradni. Hát, az se sikerül, és szabálytalankodtunk is, ráadásul mellé lövi előny szabályból se tudta a gólt szerezni. Szuper jó. Harry Wingo, előreadás, az nem volt rossz, csak nem értünk oda, pontatlan volt, az elképzelés az legalább tetszett, hogy előreadjuk. Sims, majd egy ba, kiüresen a szélre, nem érjük utol, azt hittem gól, oldalálló. Sims már 6. lövését nyomatja, brutál gyerek, szép. Azzal akkor menjünk, Mercier. Nagyon jó. Ő adhatja előre, Frank Boli futhat érte, és nem les, és nem les, és nem les. Gól! Frank Boli! Mit művel a csávó? Azt hittem, hogy nagyon lassú lesz a lövés. Ugye ilyen power shotot választottam, és utol fognak érni, de nem. És jó lett a végén.
pont időbe lőtt el, pont időbe, és a kapus nem tudta kivédeni. 3-2, nincs leírva a meccs, csak egyszerűen nagyon-nagyon nehezen indul be a szekér. De 2 gólunk most már így nekünk is van, és Bolinak örülök, hogy ilyen jól teljesít. Mert ezért most az utóbbi időben Ryan Mahé nagyon-nagyon sok figyelmet kapott, Boli háttérbe szorult, nem is nagyon tudott játszani. Az egy csatáros felállás ugye nem engedi eleve, hogy most ilyen túl sok csatár játszon, de ez így most jó lehet. És talán nincsen le sem. Traoré, de hát mindegy is, mert nem szerezte meg a labdát. Viszont ez a miénk lehet, ez nagyon jó. Ez eddig nagyon jó. Ott van Traoré. Ez lövés volt. Lövés gombot nyomtam meg. Jajaj. Ez most miért sikerült ilyen rosszul? Rossz lábán volt a labda. Nem raktam rá jó lábára, vagy most mi volt a baj? Hűha. Most meglepett, hogy mennyire rosszul sikerült. Dibusznak kell védenie. Mekkora csúszott az emberünk. Saját emberemet buktattam, te jó ég. Felszántotta a pályát jó formán, ott látszik is a nyoma. Nagyon komoly. Esnek kellnek a gyerekek. Mercier, azért ő a tömegbe is tudja, hogy mi van. Frank Boli! Gyere, papa! Gyere! Gyere! Emeld, lőd be! Nem. Az a baj, hogy Boliba elfőtt tempó. Tehát, hogy az ellenfél is azért tudta tartani most már ezt a fáradt Boli tempót. De jó volt amúgy. A szép Boli! Mit művel a srác? Ezt nem lehet elérni, de annyira lelkes, mindenre oda megy. Ez tiszta jó. Beindul, mindenre beindul. Csak szegény elfáradtam úgy. Vissza. Az. Valami van. Mercier helyett már kinyosz. Ez jó csere. Valami szabálytalanság volt velem szembe. Ezek szerint akkor a szuper. Pászka. Kötelezőt hozza. Az nagyon jó. Boli. Próbáltam visszafelni középre. Megint Boli egy bitangerős lövést adott le. Komoly ez a Boli gyerek. Nagyon érzi most a második fél időben, hogy mégis mit is kell csinálni. Vingó, mekkora labda szerzés. És milyen ritmusosan ráadásul. Az jó lehet. Marquinhos! Mekkora kapufa! De szép volt ez a lövés. Ott a következő! Marquinhos! Azt a mindenit, hogy a második fél időre hogyan jöttünk ki. 3-0-ról hoztuk vissza 3-3-ra a meccset, gyerekek. Nem hiszem el. Az ott szép volt. És amúgy Auszki gólja, csak Marquinhos beleért. Ellopta a gólt. Ellopta Auszki, szegény Auszki amúgy. Végre letolna egy gólja hosszú idő után, erre Marquinhos belopja. Nem baj, a gól számít. Az a fontos, meg az, hogy a Sunderlandet végül visszatudtuk hozni. Azért 3-0-nál én azt hittem, hogy ez így most vége, kapcsoltam ki a PlayStation-t, aztán mehetek haza. De ehhez képest ez így most így egészen biztatónak tűnik. Persze azért nagyon figyelni kell, tehát a figyelem az lankadhat, ezt akartam mondani ezzel. Jó, Traoré. Meg azért nem futok úgy, mint Rüdiger, nem nevetem ki az ellenfelet, főleg nem a japánokat, úgyhogy maximálisan oda tesszük magunkat továbbra is. Hát, ha esetleg még meg lehet szerezni azt a bizonyos vezető találatot, én nem engedem azt el, főleg, hogy jó játékosaim vannak. Azaz! Átejtettünk, kiszívattuk két védőt is. Ohohoho! Auszkinak csak meg lesz az a gól. 4-3 a Ferencvárosnak. Honnan hoztuk ezt vissza? Nem hiszem el, megőrül a tábor, megőrül a szurkoló tábor, a vendégek örömét hallani.
Honnan hoztuk vissza ezt a mérkőzést? A kapus a rossz irányba vetődik el. Gavrič, jöjjön be ő is! Jöjjön be ő is! 81. perc, 4-3-ra vezetünk a Sunderland ellen. Micsoda fordítás! Hát ilyen a mesében nincsen. A sérülés, már csak a sérülés nem kellett volna. Ezt mondom, a sérülés miatt vagy szomorú. Mert hogy a meccset bármikor meg lehet fordítani. Vissza, Vingo, Gavrič! Elmegy a labda tőle. Elpattan. Hát nem sípcsonttal kell átvenni, kisfiam, de majd megtanulja. Még fiatal. Stuart! Menjünk oda, szereljük le, akadályozzuk meg őket a gólszerzésben. Ne szabálytalanul, csak úgy a korrektség módján. Már kezdenek nagyon bejönni itt a 16-oson belül! Dibusz! Azt a mindenit! Most Dibusz leparkolta a buszt, a rólót lehúzta, befalaszta a kaput a második fél időre. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Azt sajnálom, hogy az első fél időben 3 gólt kapott, de most jól véd. Most jól véd. Gavrič! Nem sikerül elérni. Menjünk oda! Nem sikerül ez se! Mellé fejjel! Egy csuka fejes, de mellé ment. Nem jön össze semmi a Sunderlandnek a második fél időre. És nekünk meg úgy fest most minden össze, de azért ne írjuk le őket. Még mindig le kell védekezni ezt a szitút. És bármikor bennük lehet a gól. Ezt láttuk. Illetve 11-est is össze tudunk hozni. Nekik, Dibusz! Odaért. Kapus is előre jön. Kell nekik az egy pont a döntetlen. A kapus nem fog fejelni. Az ellenfél igen, gól! Sunderland 4-4. Megőrül a tábor. Mármint a hazai. Nem bírtuk kivédekezni. Nagy volt a nyomás. Amúgy óriási volt a nyomás itt a végén. Nem érzem úgy, hogy elbíztam volna magam. Próbáltam koncentrálni, de egyszer annyira nyomtak, annyira ott voltak. Most is felhozták a kapust. Hát ez a gyerek mit csinált ott? Pászka! Ott vagy, és kimegy a labda elől. És a kezéről... Pászka... Mész kölcsönbe. Megértem, hogy mérges. Mész kölcsönbe. A kezéről... Idióta. Mindegy. 4-4, nem egy rossz eredmény. Nem vagyok szomorú a 4-4 miatt, mert 3-0-ról lett 4-4. Ez egy jó eredmény. 3-0-ról a 4-4. Nem lehet itt panasz, úgyhogy... Menjünk tovább, nézzük meg, hogy hogyan sérült le, miként sérült le Tokmak, mert az már nagyon hamar ott volt a meccs elején, ami azért meglepett. Adjunk előtte egy interjút. 7 interjúból kell megtudnom, hogy 7 hónapos sérülése van. Várjuk, hogy full fitness-szel visszatérjen. Important karakter, nagyon fontos. Boli legjobb. Boli brutál. Ezt kiemeljük, hogy Boli nagyon-nagyon jól nyomja. És hogy miért nem sikerült megnyernünk a mérkőzést. Hát, igazából nagyon-nagyon toltak minket. Ez egy ilyen kiki mérkőzés volt. 7 hónapos sérülés. Azt a mindenit. Anterior cruciate ligament, nem tudom a angol szakkifejezéseket. 7 hónapra sérült le. Nem hiszem el. Nem hiszem el. 75-ös volt Tokmak. És 7 hónapos kiadás vár rá. Az nagyon kemény. Itt lehet Gavrič lehetősége? Vagy esetleg Auski váltja meg a világot. Azt nézzük meg, hogy Traoré nem tud a másik oldalon játszani. Ez a baj. Auski amúgy tudná? Auski tudná. Jó, akkor Gavrič ott lesz csereként. Auski elvileg nagyjából tudja játszani ezt a pozíciót. Nem az a kedvence, látom, érzékelem.
Nem tudom, hány hét lenne őt átállítani elvébe. De akkor meg nincsen cseréje Traorénak. Ez sehogy se jó. Na majd télen, ha tudunk igazolni. Ha Tokmak 7 hónap, tehát ez a szezon, ez számára kuka, kidőlt. Nincs, vége. Ez a szezon, ez ennyi volt Tokmaknak. Nem látjuk többet. Szomorú, szomorú, azért ezt nehéz feldolgozni, mert én tényleg számítottam rá. Edzünk egyet, tréningnél meg fogunk állni, beárjuk úgy a naptárat, mert ez fontos, hogy most edzünk egyet. Olyanokat szeretnék ismételten kiválasztani edzésnél, amiket eddig nem csináltunk meg, vagy rosszra sikerült megcsinálni. Itt van egy, amit D-re sikerült, nagyon nehéz, de muszáj. És jó játékosokat fogunk akkor így odarakni, mint mondjuk Ryan Mai, illetve ki az, aki jónak mondható. Auszkit kéne edzetni, nem? Ha már ott van. Hát Csontos Essity nem. Mehet be Boli, az nagyon jó ötlet, de Csontos az tuti, hogy nem, majd kölcsön adjuk, most ő nem fog edzeni. Helyette viszont edzeni fog Markin Nyos. Ezekkel az emberekkel, én azt hiszem, ezek a legjobbak szinte, meg lehet csinálni ezt arra. Ez tényleg egy nagyon nehéz edzés típus. Jó, shooting, lövés, dribble shoot szerintem mehet. Gavric, Besic, golyákot én nem akarom edzetni. Golyákra se fogok számítani. Úgyhogy golyák helyett viszont ki az, akit lehetne? Essity. Az jó. Nem csatár, de szerintem jó lehet amúgy. Oké. Mi van még itt? Még egy edzés van, itt pedig, amit kell, állított helyzetek. Próbáljuk meg ezt. Ez nehéz lesz. 11-eseket kell gyakorolni, nem tűnik egyszerűnek. Sigér is nagyon öreg sajnos, úgyhogy Sigire se számítunk. 32 évesen én már nem hiszem, hogy én bármit tudok neki tanítani, mutatni. Úgyhogy én esetlegesen egy Zakariász, egy Traoré az, akit beállítanék ide, a többiek jók lesznek amúgy. Oké, nagyon izgatott vagyok. Szeretném mind a hármat arra megcsinálni, mert olyan játékosokat edzetünk, akiknek nagy szüksége van erre, és olyan edzéstípusokat csinálunk meg, amire ugyanúgy nagy szükség van, hogy arra meglegyenek. És mellé. Emlékszem már, hogy ez miért volt nehéz. Mert Dibusznak őrületesen nehéz gólt lőni. Aha. Igen. Az jó. Ott be lehet adni. A fejjel? Á. Ez is jó. Aha, hát így nem, hogy elesik. Át a túloldalra. Gól. Az gól. És miért nem megy oda senki, kérdem én? Hát ez nevetséges volt. Kivédi. Újra. C-s. Nem rossz, de én érzem, hogy ezt lehet jobban. Kapufa. És átmegy a kapu előtt a labda, érted? Borzalom. Az nagyon jó. Nem sikerül. Nem baj. És abba is bele, mindenbe beleér Dibusz. Hihetetlen. Az nagyon jó. Pont időbe. Boli, elveszítjük a labdát. Be akartam adni. Nagyon néztem, hogy mikor van erre lehetőségem. Ajajajaj. Ezekből gólt kéne szerezni, ezekből az akciókból. Üha, nem jó. Próbáljuk újra, srácok, ezekből gólt kéne szerezni. És nem engedik lőni. Na végre. Az jó. Ott fönn. Beadás. Nem. Vagy de? Figyelj, nem volt rossz. Azért, mert nem lett gól, ez nem volt rossz. Boli. Azaz. Nem lehet bepasszolni. Nagyon jó, hogy most, hogy tudom. Gól. Szép.
Nem lehet laposan bepasszolni, de jó fej. Ilyen hülyeséget. Az nagyon jó. Á, onnan nem lehetett. Ez eddig jó. Ez eddig jó. És elvették a labdát. B-s lett, és egy centi hiányzott. Maradjon így. Szerintem a B az már nem rossz. Ez egy nagyon nehéz edzés típus. Lövés. Uff, bele. Bele a izébe. De itt mi a tököm van? Ja, hogy még ott a... Ó, aha. Na jó, újra, várjál, ez nehéz. Aj, kilövöm a tartóját annak a szarnak. Ja, hogy át kell vinni a vonalon, és utána kell lőni. Oké, értem. Gól. Elég furán, de gól. Nem gól. Az gól, az jó. Az is gól, ilyen kis lassú. Hova? Hülye gyerek. Hova? Kapufa. Jaj, benne maradt a gomb. Újra. Ú, de nehéz. Félk, hogy az elején nem értettem, hogy mit kell csinálni. Jaj, nem jó. Az jó, az oké. Okay. Ott be, megint, ez alul be lehet lőni, annak örülök, mert fölül nekem az, hogy ott azt az egy centin belőjem. Ez nem megy. Valami nagyobb erőt kéne ott belevinni. Gavrics, az gól, az sima. Besics. Nem, ezt nem értem. Ah, jó, meg lett. Hú, az nehéz amúgy. Bakker. Á, nem, hát ez nem. Nem baj, arra megvan. Nézzük akkor ezt a 11-es. Igen, 11-es. Jó ütem, megvan. Lajduni. Táblatörös, teljesen hibátlan. Oké. Megint csak. Vécsein nem jön olyan jól a 11-es, de itt a lehetőség, hogy gyakoroljon. Táblát törni sajnos nem sikerül. Azt a szélre kell kitenni. Traoré. Hát ez nagyon kiment a szélre. Ez nem volt annyira jó. Mindegy. Lajduni. Ő amúgy nem rúgja rosszul a 11-est. Ez látszik is. Vele tök pontosan lehet célozni amúgy. Vécsei. Hova? Jézusom. Traoré. Teljesen sarokba lövi. Nem volt jó. Lajduni. Még mindig ő rúgja. Talán a legjobban. Nagyon jól rúgja Lajduni a 11-eseket. Tényleg hibátlan. Vele fogom rúgni a katizit. Na jó, van, Vécsei se volt rossz. Ez is arra meg lett. Most akkor hogy nézzünk ki? A D-ből csináltunk egy B-t. A. Szerintem ez jó. Szerintem ez jó. Oké, Stoke City elleni meccs következik. Nyomjuk. Pihenünk egyet, és akkor szerintem, hogy fáradtak lesznek a gyerekek. Nyolcadikok vagyunk, 5 pont a különbség a Stoke és ellenem, az annyira nem jó. Nem kéne itt kikapni. Delap Campbell ilyen fáradt, és mégis őt játszatja, amikor ilyen fáradt. De fura. De furcsa. Auszki nagyon fáradt, Gavricsnak itt a lehetőség, hogy bizonyítson. Boli is elég fáradt helyette, akkor Regic bejön. Vécsei, én azt mondom, hogy most már kapjon egy lehetőséget, csak az a baj, ugye ő ezt nem szereti, ezt a pozíciót, úgyhogy neki külön beállítunk egy ilyen CM-et, mert nehéz tizen nekem. Kovácsevics játszhat, egyértelmű helyette. Knoster fejlődött 68, Knoster 68-69-re. Ez nagyon jó, legyen ő akkor itt a csere. A többiek jól néznek ki. Ezekkel meg vagyok elégedve, úgyhogy én azt mondom, hogy menjen, próbáljuk meg ezt a mérkőzést így lehozni. Ez egy elég jó csapat így szerintem.
vendégbe vagyunk megint, úgyhogy a tábor biztatására csak ilyen félig meddig számíthatunk, mert hát azért a Stoke Citynek is az arénája az elég jó, és hát ott is azért vannak elég komoly szurkolók. Teltház nincs, vannak kimaradt székek, de Katarban is igazából 40 ezres stadionban vannak 80 ezeren, akkor szerintem itt is egy 120 ezeres nézőszámot simán rámondhatunk, úgyse érdekel senkit, úgyhogy nyomjuk azt a mérkőzést. Gavrics egyből. Gavrics nagyon jól teljesített, szerzett is már Mester 3-ast ebbe a karrier videóba egyébként, mármint, hogy nem ebbe a videóba, hanem a sorozatba, a videósorozatba. És visszatér Máé is, úgyhogy elvileg gólerősek leszünk. És én azzal kalkulálok, hogy akár... Most ott mibe estem el? Ahhozzal kalkulálok, hogy akár ez egy több gólos mérkőzés lehet, csak ne úgy, mint a Sunderland ellen, hogy az ellenfél is szerez 4-et, mert az... Azt nem szeretném. Sterling? Ez a Sterling tesó? Kamba? Ez meg Delap? Hát ezek nem játszanak rosszul. A kutyafáját. Sunderland-nél elfejtette megnézni, hogy ányos pontszámokkal megy az ellenfél, pedig kíváncsi lettem volna rá, hogy mit fejlődtek, vagy ilyesmi. De majd most kiderül, mert Stoke City-t fél időben mindenképpen meg szeretném kukkantani. Zachary Essen, szép labdaátvétel, Mercier. Kis cselek, de semmi komoly. Nem szabad itt eltrükközni ezt a meccset. Értelmesen jól kell játszani. Azt levadázták, azt nagyon levadázták lövés előtt, pont lövés előtt a lábamról. Viszont a Stoke védelem az azért ott megállít minket a 16-os előtt. De addig viszont engednek elmenni, tehát a középpálya ez nem tűnik masszívnak. Ebből azt vonom le. Mint megfigyelés. Elesett a gyerek, de szépen kipasszolgattuk. Nagyon jó. Folyékony labdajáratás. Edzésen nem látni ilyet, gyerekek. Traoré. Futás van, Traoré. Azaz. A jó beadás, az hiányzott. Igen. Viszont lehet ezt hátra tenni. Botka jól megtalálja az emberét. Mondjuk Gavricsnak figyelnie kellett, mert azért mögé jött a labda, de ügyesen megoldották. Összességében. Baker. Baker szépen leviszi a szélre. Ott most nincs ember. De Gavrics. Gavrics. Sokkal jobban játszik, mint amit a pontszáma sejtetne. A lövés. Bele az ember. Ryan Mahé lőtt rá. Ryan Mahé visszaszerzi. Illetve a kolléga, a másik, Frod is. Azt se tudom, hogy kiszerezte vissza, de nagyon ügyes itt mindenki most. Vécsei. Milyen jó helyezkedik Vécsei. Mercier, ő most, aki mindig elesik. Mercier, miért akar mindig elesni? Vécsei megint blokkolja a paszt. Felrúgja az ellenfelet. Jó, mindegy, nem baj. Az is kell a modern fociban, meg főleg. Wilmot, Sterling, Baker, megint Sterling. Talander. Jó volt. Jól játszunk, tényleg. Na nézzük. Beadás után Gavrics szépen fejeli ki. Ojaj, Delap. Megint 11-es. Sárgalap. Csivics. Megint 11-es. Hogy? Ráléptünk, eltapostuk a bokáját. Ledaráltuk. A kapitány Baker fogja rárugni. Kivédi! Dibusz Dénes. Kivédte. Hát ő a következő Ochoa. Hát ez nagyon komoly. Dibusz. De szép védés volt. Mercier. Azaz. Traoré. De sokan voltak. Várjál, kihozzuk, megoldjuk. Azaz. Mercier. Nem, megint a lövés előtt. Nem volt értelmes lövésünk még amúgy. Mindig a lövés előtt valaki közbeszól. Csivicsnek akkor van egy sárgája, arra majd odafigyelünk. Az majd kontrolláljuk, hogy ő ne durvuljon. Szöglet?
Nem szöglet. Hogy nem szöglet? Ó, a passz. A rohadék passz, hogy nem sikerült 16-oson belül egy szépet átadni. Tedd előre, tedd, vagy hátra, nekem mindegy. Kovacsevics, ez jó rossz volt. Dibusznak kell előre bikáznia a légtérbe. Szép. Mercier. Tokmak. Jaj, Tokmak, ő sérült, Traoré. Én Tokmak szellemét már itt látom. Vécsei Bálint. Azt hittem bent van. Szöglet. Az nagyon beteg lövés, az nagyon durva lövés volt. Vécsei 16-oson kívülről, szép volt. Mely? Azt kirúgta a mezőnyjátékos a kapuból majdnem, hogy. Persze láttam, nem volt gól, de a kapu torkából rúgta ki. Nem mutatják? Azt a mindenit. De durva. Traoré jól rúgja a szögleteket amúgy. Mármint ilyen veszélyesen jön befelé mindig. Csak nem tudtunk most jól reagálni rá. Közben ott lögdösődés is van, minden van. Ez a 0-0, ez meglepően eseménydús amúgy. A 11-essel, ezekkel a veszélyes helyzetekkel. Az. Meg nem játszanak rosszul a csapatok. Uff, hogy felrúgtam. Pont a partjelző előtt is nem volt szabálytalan. Az komoly. Mercier. Vissza. Vécsei mutatta, hogy kéri is, de minek kéred, ha nem bírod megtartani. Delap. Aj. Nagyon pontatlan. Csivicsel becsúsztam, nem kellett volna, mert van egy sárgája. Ésszel. Az jó. Delap. Íj. Delander. Máé elpattant tőle a mellkasáról sajnos. Az jó, Kovacsevics. Előre. Azaz. Kiszélre. Nagyon jó. Csivics, át a másik oldalra. Az csínybe adtuk. Szegény. Elrontom a cselt. Campbell! Nagyon lassú volt a csel. Simán áthozza rajtam. Telep, kapufa. Jézusom! Mi ez a 0-0? Ez egy barom izgalmas 0-0 volt. Azt a mindenit. Még a végén egy kapufát azért rúgtak. Nem semmi. Jó, meg akartam nézni az ellenfél pontszámai. Nagyon jól játszanak. Campbell, Tyrese Campbell 70-es, Delap 67-es, 70-es, Sam Baker a legjobbja, a csapatkapitány 72-es, Kilkenny Fox 73-as, Sutár. Nem is tűnt fel, hogy ő ilyen jó. Sterling, Dujon Sterling. És a cserepadon is 70-es emberek vannak. Ez egy 70-es, ez egy korrekt 70-es csapat. Ez a Stoke City. Essity jöjjön be Vécsei helyett, nem játszott rosszul Vécsei, de most már jó lesz az Essitynek is. Hát Essity ezt a védekező középpályást szereti játszani, úgyhogy berakjuk oda, és akkor Zakariasen feljön így. Kicsit változtatunk be a CAM pozícióba. Így, nagyon jó. Ram. Az a right CAM, tehát ő ugyanúgy támadó középpályás fog játszani, csak a másik oldalt. Mercy egy kicsit előrébb van. Őt vissza csúsztatjuk, ez így jó lesz. Jó, itt fog kinézni a csapat. Ez egy nagyon furán átszervezett gárda, de szerintem működhet. Én szerintem ez működhet, úgyhogy így fogunk kimenni most a második félidőre, egy gyors kis változtatás után. Így kézzel belenyúlva, hogy mindenki jól érezze magát, mert szerettem volna azért behozni itt Vécsei helyett egy olyan embert, aki talán még jobb lehet nála is, nem tudom, majd kiderül. Ez biztos, hogy picit pontatlanul játszunk, és Essity passzpontossága talán jobb. De majd meglátjuk, mert Vécsei meg jól szerez labdákat, úgyhogy mindenki fog derülni. Campbell. Aha, hát jól átveri azok a cselekkel az embereimet. Mellé bombázza, és már történik is az első csere.
Gavricsivics, Sárgrappa, Gavrics. Uff, szép belefutás, Sterling. Volt, aki kicsit túl gondolta a szitút. Kovacsevics. Hát a másik oldalra Botkán áll a labda. Ő próbálja meg hatástalanítani az ellenfél becsúszását. Megoldotta. De lápjon le az egyik legjobbja a Stoke City-nek. Helyette Brown érkezik. Sőt, már meg is érkezett. Zakariasse Mercierrel passzolgat. Valós támadás lehetőség. Egyelőre nincs, viszont ott befut egy ember, de az az érzésem, hogy lesen lett volna Zakariassen, hogyha megkapja azt a lasztit. Most viszont próbálkozhat egy jó letámadással. Esnek kellnek a játékosok a pályán. És most Mercier, a nagy lövés. A kapufán csattant. Bakker, hogy az nem jött össze. Kapufán csattant a nagy lövés. Botka. Kulesz. Oda kéne menni, hatástalanítani az ő próbálkozását is. Delander, megteszünk máshogy. Zakariassen. Zakariassennek jól áll ez a támadóbb szellemiségi pozíció. Viszont Essity az, aki ront, és pont azért hoztam be, hogy jó passzoljon, erre rontja. Dibusz. Oh, eset kell Dibusz, de összeszedte a lasztit. Hol van? 60. persze fordulunk rá, hogyha nagy változás itt nem lesz, akkor én mindenféleképpen fogok majd cserélni még. És akár többet is egyszerre. Akár egy ilyen hármas cserébe gondolkodom most, miközben támadást építünk fel. Azt nagyon szép Ryan Mayer részéről. És mellé. Kovacsevics helyett, Muster. Ez egy jó cserének tűnik, 69-es helyett a 69-es, most már Krunster. Tök jó amúgy, hogy fejlődött. Ez tényleg nagyon-nagyon boldog pillanat, amikor a játékosok folyamatosan fejlődnek. Ez örömmel tölt el, hogy akkor van értelme így az edzéseknek, beállítani őket, játszatni őket, mert tényleg lesz eredménye a végén. Traoré nem bírja előni, sokan voltak. Gain, lesz. Brown, ó, elcsúszik. Menj oda. Nincsen az még lefutva. Az viszont így igen, Baker. Ó, de jó helyzetbe került. Már kinyúsz. De nézzük át akkor ezeket a cseréket, mert most nem feltétlen Merciert akarom lekapni, hanem Zakariassent. És helyette már kinyúszt. Vingó Botka helyett, az mindig jó. Regicset. Bemerjük tenni Regicset. Miért ne? Miért ne lehetne Regicset? Hát, ha megváltja a világot Regic. 65-ös annyira nem rossz, hogy ne lehetne neki esélyt adni. Mert Ryan Mayer most nem tudott mit csinálni, és mindenkit becseréltünk most már, aki lényegében számít. Még Besic maradt ott, csak az ő pozícióját már elfoglalta egy másik játékos. Futás van. Gyerünk, Regic hátul maradt, úgyhogy ezt most így kell megoldani. Az egy nagyon jó Traorénak, a fejes bele. Bele passzolt a fejjel a kezébe a kapusnak, ez érdemi akciónak nem mondható támadás volt. Mercier. És akkor Mercier ezt most végigjátsza, nem sok mérkőzést játszik végig, ez most azok között lesz. Regic. Bonem. Végre az első értelmes lövés. Regic nevéhez fűződik, ott a Fradi tábor előtt lőjük be a szögletet, pont. Nem sikerül. Vissza Regichez, Noster. Akár ő is lőhetne. Nem jól teszi meg. Essity. Vissza. Vingo. Be oda középre. Mercier. Nem jó az se. Ez a 0-0, ez annyira nagyon küzdős, hogy egyszerűen nem tudunk gólokat szerezni, de az ellenfél se, viszont a labdabirtoklás nálunk van. Jobb lövéseket csinálunk szerintem. Bár az ellenfelek is voltak nagyon veszélyes szituációi, de nagyjából kiegyenlítettnek tűnik a mérkőzés. Blokkoljuk a támadásaikat, ők ugyanezt teszik a miénkkel, ez egy ilyen egyenrangú parti. Legalábbis egyenlőre. Ne roncsuk el. Szép, Dibusznak hazaadtuk. De még szabályosság keretén belül. Csivics, vissza, az olvasni lehetett, hogy az nem lesz jó. Mint ahogy ezt is. Szépen blokkoltuk. Regic futhat, és nem volt les. És talán nem volt les. A fiatalság, bolondság.
Fölé száll. Fölé száll a lövés. A fiatal lelkesség pislákolását láthattuk. Hát, még azért van hova fejlődni a Redzsicsnek, de én azt mondom, hogy szerintem nem ez volt az utolsó lehetőség ezen a meccsen. Ott van! Ott van! Először az első ott van, csak annak szólt, hogy lőhetek. Majd a második már a gólnak. Redzsics! Hát, hogy ő is hozza a Fradi szinte, ezek szerint. Azért, mert 65-ös is rossz formában van. Leborulnak a székekről a szurkolók. Két ember között szerzi meg a labdát. Ezt a kapus nem is érti. Azóta is ordibál a védőkkel. Redzsics révén 1-0-ra vezetünk a Stoke City ellen. Hát mekkora találat a végén. Egy óriási fontosságú, egy döntő fontosságú labdaszerzés után gól. Fox! Beadja! Fejel! Dibusz! Mit véd? Dibusz! És vissza, és vissza! Csivics, ki már begyűjtött egy sárgát a 11-ese miatt. Nem jó! És ott most nem mi voltunk a hibásak! Dibberini! Megint! Nagyon komoly, nagyon komoly! Gyerünk már! Az! Dibusz, mit véd? Mit véd? De oda rakja magát Dibusz, hogy nullával hozza le ezt a meccset. De szép ez így. Megint Dibusz. Jó! Nem. Kicsibe. Nem jó. Elrontottam. Dibusz húzza az időt. Profi módon. Profi módon. Szépen kirakja oldalra. Ezt a meccset így már le kellene hozni. Le kellene hozni. Már kinyossz. Mekkora tempó plusz van ebbe a gyerekbe. Ez a csávó még nagy dolgokra hivatott, ez a Marquinhos, mint ahogy Redzsics is, meg az egész csapat egyébként. Sterling. Ne, ne engedjétek, gyerekek, ne engedjétek. Bingo, nem baj, nem baj, vissza, vissza. Vissza, Dibusz. Júj. 3 perc hosszabbítás. Fél mála is ment. Előre jön a kapus, megint. Ez egy veszélyes szitu. Kihozzuk onnan Gábricsot. Nagyon jó. Nagyon jó. Fontos kifejlés, Csivics sprintel, mindent beleöled, nyomja, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ott van üresen az ember, az nem jó, Baker. Ne engedjük lőni, nem is engedtük lőni. Nagyon szép. Nagyon szép. Megvan a meccs. Megvan a meccs. Lefújta a bíró, megvan a meccs. Óriási. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Alig hiszem el. Ez nagyon durva volt. Az, hogy Redzsics mentette meg a ponttól, ez teljesen hihetetlen. Totál kiegyenlített. Labda birtoklás, lövések, passzok, teljesen kiegyenlített meccs, és a végén mi örülhettünk. Hú, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a meccset. Nagyon király volt ez az egész karrier. Nehéz volt fel a Sunderland elleni meccs, de visszajöttünk, és büszke vagyok, úgyhogy csak így tovább, srácok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközebb találkozunk. Sziasztok!